Ismét megtenném. Ezt mondta Anders Breivik tárgyalásának második napján. A férfi mindkét napon mosolyogva érkezett a bíróságra, és amint levették róla a bilincset, a náci karlendítésre emlékeztető mozdulattal köszöntötte a jelenlevőket. 1500 oldalas kiáltványa szerint, amelyet még álmokfutása elkövetése előtt írt és tett fel az internetre. Ez ajánl az erőt, a becsületet és az Európa marxista zsarnokainak szóló kihívást szimbolizálja. A gyilkosságukat azzal indokolta, hogy lassan többen lesznek a bevándorlók, mint az ország állampolgárai. A vádlott korábbi kijelentéseivel összhangban elmondta, elismeri az összes tettet, amellyel vádolják, de nem érez miattuk büntető jogi felelősséget, önvédelemből cselekedett. A bíróságnak a 10 héten át tartó perben el kell döntenie, hogy épp elmélyülje a vádlott, és ítélkeznie kell bűnei fölött. Kizárták egyébként a tárgyalásból az egyik bírót, mert a Facebookon halálbüntetést követelt Breivik ellen.